Üdvözlöm a kedves nézőket! Máma Heroes 3-azunk, méghozzá a Heroes 3 HD Plus modjával és magyar felirattal, ami bár gépi magyarítás a Complete Editionhöz, lektorálva van nagy részt, illetve jócskán egy-két dolgot leszámítva lefordítva. Azon kívül rájöttem, hogy a mikrofonomnak, hogy utána néztem, van noise módja, becsöndben van, úgyhogy amondó vagyok, vágjunk is bele a játékba, mivel gogos változat, fölmodolva. Maga a moda az ingyenes, meg a magyarítás, azt is megtaláljátok a Google-be. Ugye már az eredeti játék 1999-ben jelent meg, pont tegnapi. A modnak köszönhetően föl tudnánk rakni Full HD-ba, vagy még följebb is, viszont akkor sokkal, de sokkal kisebb lenne a kép. Egész konkrétan megmutatom, csak hogy az legyen, hogy nem veszek meg mindent, értetek. Úgyhogy akkor ekkorába futna a játék, mert ez az eredeti felbontása. Hiszem talán 800-600-as felbontásban volt. Mivel a New World Computing azt hiszem a kiadó, az Radio maga készítő, aztán lehet, hogy fordítva mondom, úgyhogy ajánlott az 1066x8600, vagy az 1180x664-es felbontást használni. Mindenféle élesítést egyébet hozzá lehet adni, vagy... Mindenféle élesítést hozzá lehet adni, aminek köszönhetően még szebb tud lenni. Most, amikor kipróbáltam a játékot, a kampányt fogunk vinni, akkor ez itt felraktam maximumra. Szerintem ugye egy kicsit laggos volt. Ugye már FPS számot nem látunk. Úgyhogy nézzük is meg. Új játék. A rész az hadjárat. Van oktatás, aki először játszana vele. Ugye már a kis tükig is ad. Angolul is nyomadhatja. És akkor a három rész van alapból. A Restorator of Earthia, az az alapjáték, azaz a Heroes of Might and Magic 3, ami a Might and Magic 6 utáni történésekben játszódik, és a Heroes of Might and Magic szériából a harmadikat viseli. Majd jött hozzá két kiegészítő az évek alatt, azt hiszem 2001 és 2002-ben, a Shadow of Death, meg a Armageddon's Blade, utóbbi az angyalos, előbbi meg a halál érintésre, ugyebár, és 2003-ban beszárt a stúdió, úgyhogy volt nincs, és aztán 15 évvel később, azaz 2018-ban szereztem az Ubisoft a jogokat, ettől függetlenül gogom van, meg nekem például itt nincs rajta a Complete Edition, meg gyári CD-n vagy négyszer, mert különböző újságmellékleteken is jártanom. Úgyhogy ez a pixel pötty tippem nincs, mi lehet a mod hibája, lehet, hogy ez régen is benne volt, csak annól nem vettük észre. Ő egy arkangyal, és az emberekkel kezdünk. Van 7 küldetésünk, amiből az első itt van a sokáig élő királynő, majd a második a börtönök és ördögök, a harmadik a háború rákmányai, majd két irányba nyílik a sztori a 4-re meg az 5-re, majd ugyebár a 6, és itt a hetedik, amit nem látunk, mert ugyebár abból áll a alapjáték kampánya, az a végén fog bejönni. Kezdjük is a királynővel. Sokáig éljen a királynő. Kampány leírása. Partra szállásunk megerősítette a híreszteléseket és a félelmeinket. Apám halál után a szomszédok mohón felosztották maguk közt Eratiát. Hazatérés. Pálya leírása. A győzelemhez el kell foglalnod Terrenaus városát. Hőseid a 6. szintig juthatnak el, de 4 legerősebb hősöd veled utazik a hadjárat következő küldetésébe. Zárójeles megjegyzés. Ha egyáltalán lesz 4 hősöd. Barátból van 1, ellenségből van 1, azaz relatív 1v1 helyett 2v1 lesz. Bónuszként lehet, hogy bár itt a nehézséget látjuk, hogy alap. Lehet kérni plusz katonát, lehet kérni plusz nyersanyagokat, erőforrásokat, illetve lehet kérni egyből sátrat, vagy gyógyítót. Én amondó vagyok általában, mindig, ha úgy volt, hogy nyersanyagra mentem rá, mert az mindig hiányzik.
És akkor Hajime, letöltés néven futja az mindegy. Kezdeti parlaszások elfoglaltak és elpusztított előrösök, információk részke és teljességgel megbízhatatlan, blablabla. Ugyebár mindenki más mondott, itt arról van szó. Bizonyítékaink Nigon inváziójára utalnak. Sorozd be a helyi katonaságot és gyorsan képezd ki őket, pusztítsd el minden ellenséges erőt, amit csak találsz. Számíts a legrosszabbra, számíts arra, hogy háború van. És be is tört. Enrod királynőjétől, Katrin Iron Fist-től, tábornok parlaszállásunk, a bizonyítékot szereztük Nigon Dungeon nagyurainak inváziójáról. Nigon ugyebár ez itt a Dungeon relatív az alvilág szeretne lenni ilyen téren, annak a lordjaitól. Ezek az emberek az elmúlt 30 napban Nigoni katonaság uralma alatt éltek, ugyebár itt a lakosság. Feltételezzük, hogy Flint, Wilhelm és Traillia melletti városok és Nigon vagy Eof megszállás alatt állnak. Más tábornokok is vizsgálják a területet, hogy meghatározhassuk is a határátágás mértékét. Erre a vidékre nézve egyszerű a feladatot. Létesíts egy bázist, gyűjtsd össze a helyi seregeket, határozd meg Nigon invázió méretét, és találd meg a támadás útvonalát. Tadám! Ha megtaláld az ellenséges hadműveletének fő bázisát, gyorsan meg tudjuk majd semmisíteni a megmaradt haderőket. Sok szerencsét! Good luck! És akkor ez a küldi, ez maga a térkép. Igen, ugyanaz a 10 FPS-es dropban végig. FPS számot nem látunk, mert ki van kapcsolva a középső konzol, ugyebár. Gép alapon megy, hát ez egy 700 MHz-es gépen is elfutott tanul. Akkor itt van maga a hősünk. Christian, egyes szintű lovag. Van támadás, védekezés, varázserő és tudás értékünk. Speciális képessége a ballisztika. Jó hangulati extra támadásokat ad harcosainak. Aktuális hangulat módosítunk, alapirányítás plusz 1. Ez pedig átlagos szerencse, átlagos szerencsével harcos, hogy sosem lesz szerencsétlen támadás a csatákban. Amúgy nincs módosító és pont. Tapasztalatpont, következő szint 1000-nél, varázspontok, hát itt szétesett a magyarítás, nem foglalkozunk vele. A varázspontokkal lehet az, hogy hány magic mannánk van úgymond. Alaptüzérség van, nyilunk és ballisztánk. A backpackünk üres, arra nem is emlékszem, hogy oda mit lehetett rakni. Küldetés napló, hogyha úgy van, írja. El lehet bocsájtani, formációt fölállítani, szoros tagot, stb. Ez a csatatérrel lesz szerepe, ugyanis ilyen hexagonális elosztásban a bal és jobb oldalban van. Bal oldalt a támadó, jobb oldalt a támadott van, ha jól emlékszem, kivéve ha vár csata van, mert olyankor a vár mindig azt hiszem jobb oldalt van. A várnak is vannak különböző kategóriái, ezt majd meg fogjuk látni, ugyebár. És hát az egész egy elég bonyolult rendszeren, idézőjelben bonyolult rendszeren és alapon van, nem véletlen volt egy mai napig nagyon híres játék, mert az jó. Úgyhogy itt elsőre van négy karakter, akire a nyílból ez a kard lesz, úgyhogy azzal tudunk támadni. És akkor látjuk, hogy van Christiannál lándzsás 10 darab, hogy itt van két íjász, meg két pikexes enemy, ezeket megtámadjuk. Mindig van mozgáspont, és ha túl közel vannak hozzád, akkor korlátozva csak abba az irányba tudsz menni. Behódoló. Egy csapatnyi íjás csatlakozni szeretne hozzá, elfogad az ajánlatokat? Ha igen, nyomunk hozzánk jönnek, ha nem, akkor ellépnek. És majd megjönnek később, mint enemik. Amikor már nem biztos, hogy csatlakozni akarnak, valószínűleg lehet, hogy akkor már támadni fognak. Úgyhogy el is fogadjuk, 23 íjász hozzánk jött. Különböző pak mennyiségekben van megadva, hogy 1-2, akkor azt hiszem az 20 alatt. Utána a néhány az 20 és 100 között, a sok a 100 és 101 és azt hiszem 500 között, és 500 pont fölfele van a rengeteg vagy légió.
van róla egy csomó írás, szerencsére nem időben megy a játék, az az olyan téren, hogy itt addig állunk ezen a képernyőn, ameddig akarunk. Most itt az összes karaktert be tudjuk gyűjteni, de aki először játszik a játékkal, az azt fogja látni, hogy úristen, már támad első, és milyen meglepő lesz neki is prankelés, azokkal jó a seregünk. Ugyebár ez most küldetési szinten van, és akkor ez itt egy mágikus mozdulatok szentélye. Ezt itt szépen fölvesszük. Varallatos helyen szívesen vették érkezésedet, és megtanították neked a következő varallatot. Villámcsapás. Sajnos nincs varázskönyved, ahova leegyezhetnéd, hogy hogyan kell varázsolni ezt a varázslatot. Oké. Ugyebár a városunk az itt van. Vagy kétszer rákattintunk, vagy egyszer ide és akkor onnan be, vagy kétszer oda. Ez ugyebár mindegy. Aminek köszönhetően itt bejutunk ide. És akkor utána láthatjuk mindenfele a dolgokat. Ugyebár ez maga a bázisunk, illetve bármelyik vár, mibe bemegyünk. Itt van a felső sor maga a helyőrség, ezt alul jelzi is, hogy helyőrségben vannak. Jó, az alabárdos, számszeríjász és a kartforgató. Karaiyatid a hely neve, napi 500 aranyat kapunk, és akkor nincs friss fejlesztve még. És akkor lényszaporulatunk hetente, amiket kapunk, az 19 darab láncsás, 12 darab az egy tucat íjász, alapszintű, mert mint látjátok, ezek fejlesztettek, és 9 darab griff. Griff ilyen téren egy jó támadó maru karakter, és hogy bal oldalt a községházát tudunk fejleszteni. Első körben ajánlott a faluházára rátolni, mert az egyből 1500 aranyra növeli fel az 500-at, meg háromszorozva a pénzünket, amit naponta kapunk. Mert az alsó sávban látjuk 30 ezer aranyunk van, 20 egyéb erőforrásaink, meg kő, meg fa. Úgyhogy itt a bal oldalival meg is veszük, hogy nagyobb lett a faluház, amivel simán megoldható minden. Úgy látom egyébként, hogy itt duplán van a kép, azaz egyszer van a játék külső része, és akkor a várost nem hozta szét nagyba. Annak is ilyen nagy képernyőnek kéne azt hiszem lennie. Tehát itt látjuk is, ugyebár az aktív képernyőt már kevesebb lett a pénzünk, hogy költöttünk. Ez itt 27500 arany, 20 drágakő, 20 kristály, 20 darab kénkő, 30 darab érc, 20 darab higany, és 30 darab fa. És akkor itt a kastély részben tudunk megvenni mindenkit. Így akkor ezt meg is tehetjük, a plusz gombban maximumra lehet rakni, illetve lehet ezeket majd aránykőbe elosztani, hogy éppen mennyit akarunk felfogadni. Most itt a játék elején simán megveszünk mindenkit, mert elé vagyunk, mint a déli busz. És így látható is, hogy szépen bejöttek a karakterek. Ők kettes szintű hangulattal vannak morállal, ők az alabárdos fejlesztettek. Neki az alapverziója volt a lándzsás, mármint a lándzsás kijelentés, abból lesz alabárdos, a sima íjászból lesz a fejlesztett íjász, ott egy megsérülési alap animációt láthatunk, kartforgatóm itt még nincs, itt láthatjuk, hogy ott van, és maga a griff. Éppen ez itt az embervár, és azt hiszem 8 vagy 9 fajta vár van. Itt a karakterünk, ővel szépen elindulunk fölfedelni ebbe az irányba. Ott látunk egy búgot, az ugye sok búg, de sok pokoli barlang grén. Akkor a kör végével átadtuk a gépnek a kört, ezt itt látjátok lent, hogy megy, jobb lem. Egy Mirhamből érkező felderítő lép be Karyatid udvarába és jelenti Mirham, Dighorn és Eofor megszállás alatt van. Így megtudtuk ezt a részt is. Most kíváncsi vagyok, hogy megtámadom mi lesz, ugyanis mit teszteltem, hogy fut a mod, az ők csatlakoztak hozzám.
ők már nem csatlakoztak hozzám, ugyanez volt, hogy ugyebár megijedtek és menekülnek. Egy csapatnyi pokoli barlangirém megrémülve sereget félelmetes erejétől megfutamodik a harc elől. Üldözőbe veszed? Igen? Kis számolás és le is megy az automata csata, de ezt azért, mert mindjárt megmutatom, hogy miért van automata csata gyárlan. Ő a győztes, mi? Ő a vesztes, a rémek. És akkor fényes győzelem, hősiességedért a csatába Krisztián 180 tapasztalat pontot kap. Támadó vesztett 2 alabárdos, mint mi, és 30 ilyen kis görcsöt pusztítottuk el. Elfogadod-e a eredményeket? Igen, nem, vagy igen, igen, és meg is van. Ezt itt szépen ki tudjuk nyitni. Ez itt egy kilátótorony. Kilátótorony tetejéről távoli vidékés ellen. Látjátok, most ekkora területünk van felfedezve, illetve ettől függetlenül a map itt a jobb felső sarokban is látszik, hogy ilyenkora. Majd megnézve a kilátó tornyot, ha meglátogattátok, akkor egy szép nagyobb területet látunk, és ez egy hatalmas terület. Itt pörög a kismanó társai, hogy ez itt egy örvény, az örvényben hajókkal lehet bemenni, itt van lenni is, illetve a vízből föl lehet venni ládát, meg fát, meg egyéb dolgokat. Ezt itt most kinyitjuk, ez itt egy ládika. Miután feltérképezted a környező területeket, egy rejtett ládára bukkantál, a számos kincsel van teli. Elrakod magadnak a benne található aranyat, vagy szétosztod a harcosaidnak, hogy fejlesszék magukat. Melyiket választod? Arany vagy tapasztalatpont? 1000 tapasztalatponttal azonnal szintet is lépünk, úgyhogy pénzünk még van, úgyhogy arra most még nem megyünk le. Alapszkenárióban, azaz amikor simán játszol a gép ellen adott térképen, mert az is van, ajánlottad én fejleszteni, illetve itt a jobb oldali menüt mindjárt végignézünk, hogy nincs oda. Így 2 szintű lovagok lettünk, így az alaptanulásra rá is megyünk. Szóval, itt a birodalmi áttekintés, itt látunk mindent, ami minket ér, ugyebár az adott helyre. Mennyi bányánk van, ezek itt az alsókban van, mennyi a napi bevételünk, ugyebár, mennyi a jelenlegi erőforrások, itt a hősöket szépen listáznak kifele, ha sok van, az adott hősnél mi van és milyen tulajdonságokkal rendelkezik, illetve mennyi XP, a varázstárgyak, vegyes és hátizsákban mi van. Úgyhogy ezek itt nem rossz, és a városokban pedig láthatjuk, hogy az adott városaink, amik megvannak, ott itt található. Mink van, mit oborozhatunk, és a többi. Akkor alatta itt a világtérkép, mi egybe látjuk az egész mapot, látjátok. Se föl, se le, sem erre. Itt megvannak jelölve, hogy ki mi, micsoda, meg merre, hogyan. Úgyhogy itt alatta van egy olyan puzzle. A puzzle az itt egy kirakós. Arra mindig ez a zene megy, és ahogy találunk majd kincseket, úgy a puzzle egy-egy darabja megjelenik. Így ha az megvan, akkor látni fogunk egy képet, ez a puzzle térkép lesz, aminél az adott pontra menve és az ásó gombot ezt itt megnyomva, kiásatunk egy kincset. Ugyebár van itt egy ellenség köre jön, akkor föld felszíni nézet, meg föld alatti nézet, ez itt az alvilág, ez itt a felvilág, akkor hős elaltatása, felébresztés, hogy az adott hő megmozogjon, itt az ásás gomb, varázslatok, milyen varázslatok vannak, mivel még nincs varázskönyvünk, ezért nem tudunk varázsolni. A rendszerbeáltásokban itt látható minden. Itt van egy olyan gyors csata, ezt most kiveszem, így mutatok majd egy csatát, hogy az milyen, illetve a zenét lejjebb veszük. És nyomunk egy mentést, igen. Egyébként volt 4 mentés a rendszeremben, nem tudom már honnan. Minden esetre most 115-ös néven elmentjük ezt. Ne kérdezzétek, miért ez a neve, én sem tudom, erre gondoltam, pont el lett mentve. A következő hős, itt a hősök között lehet válogatni, hogyha esetleg nem tudnál valaki, hogy hogy kell kapítani. Be is lehet fejezni a kört. Ha be akarjuk fejezni a kört, akkor elvégben megszólal a játék arra, hogy tehát van még mozgáspontod, itt is van. Egy vagy több hősöd még mozoghat, biztos be akarod fejezni a kört? És akkor nyomunk egy igent, akkor befejezi a kört, de nem minden esetben kötelező. Ha itt a városháza következő 3000 aranyát fogadni naponta, a piac tér és Kovács műhelynek van. Van Kovács műhely kartestvér és egy citadella,
A citadella jó, mert amúgy, hogy 50%-kal növeli az alapvénszaporulatot, ami ez. Ugyebár 9, 12, meg 19. Arra, ugyebár ezek itt, itt látod az összes, amit lehet az adott városban. Kap egy olyat, mint egy várárok, illetve tornyok. Toronyból azt hiszem először csak kettőt, vagy hármat, ugyebár mert több szintje van. És akkor mindegyik fejlesztésnél mind a védelmünk nő, mind a várfal erőssége, mind pedig a lényszaporulat. De most akkor csináljunk egy mágikus C2-es szint. Mágikus C-ben a hős megtanulhatja a bentárod 2-es szintú varázslatokat. Ezek a dolgok kellenek hozzá. Közben rájöttem, hogy nem ezt akarom, hanem ugye már meg kell fejlesztenünk el a piactér. Ott tudunk adni venni nyersanyagot, pénzre, minden. Az átváltási arány minden birtokot piactéren javulnak. Azaz minél több városokban és minél több piacterünk, és minél jobban fejlesztve van a piactér, annál inkább lesz jobb a váltás, a arányunk, hogy mit hova mire. Azaz miből akarunk mire cserélni. Itt látszik, mindent lehet mindenre cserélni, kértem szerint saját magukra nem. Akkor itt más játékosnak is adhatunk, és akkor cserebere fogadom, többet visszanyomadom. Ezképpen bezárjuk. Itt lényünk most nincs, akkor azt néztük, fejlesztős megvolt, a karakterünk tud lépegetni. Itt van előtte, itt nem nagyon látszik, de látszik, ott egy nyers, ezt föl tudjuk venni, egy 8 darab érc, majd ezt fölveszük, így lesz egy bánya. Hát vetted az irányítást az érc, ha nem felett, napi két egység ércet fog termelni. Itt jelzi, hogy mennyi per nap, és akkor ez a miénk. Ha más játékos neki megy, akkor ővé lesz. Ezt elindulunk megtámadni, és vártunk is egy napot, hármasnak. Akkor most, ha minden igaz, ki van kapcsolva ez, ennek köszönhetően most csata lesz. Igen, üldözőbe veszem, és tadám, csata. Itt látható, hogy nekünk mi az érték, ha van ez ellenfélnek hőse. Azt látjuk, itt a köröket is látjuk most már leosztva, hogy ki mikor lép, ezt aztán régen nem volt ez most a mod része valószínűleg. Úgy, mint ezek is, hogy a hexagon volt, ez a benne lévő csillag nem volt. És akkor őről látjuk, hogy jobb gombbal, hogy ő mi. Igen. Egy támadás, védekezés, lövés, sebzés, életerő, jelenlegi életkort az adott egy karakternek. Azaz, ha 14 karakterünk ott látjuk van, abból a 13-nak full élete van, egynek meg megsérült, mert az utolsónak, aki sérült, annak az életpontját látjuk, mindig egymás után hal. Viszont ő távtámadó, szóval ehhez ajánlott közel menni, azt nagyon megcsapkodni. Úgyhogy a kis pikexes karakterünket, az a lángzsást, megfogjuk és elfüggjük ebbe az irányba, míg ő meg tud távolra támadni. Mivel látszik, hogy távolra támad, és nem tetszik neki, ezért itt az egérkurzort átvált erre a tört nyílra. A tört nyíl az általában feles támadást jelez, és 12 lövés maradt azt, így akkor 12 kör után nem lesz lőszerű, fene tudja. Láthatjuk, hogy 55-82 sebzés. Mi annyit takar, hogy alapból a karakterünk 2-3-at sebez, ő 2-4-et, viszont 17 az életerejük. Én legalább egy 4-5 karaktert elvileg leírtuk belőle. A másikból szintén ugyanebb lenne. Hát akkor támadjuk meg, balgombbal csak, 4 meg is 6, ő támadott, nincs kaptuk belőle, fogyott pár. Jön a ballisztánk, jó nagy életpontja van, és ő se tudja keresztülni a papot. Itt látjuk, hogy az egyiknek már csak 5 életpontja maradt, így az lehet, hogy meg is hal. Meg is hal. Nagyon jó. Igen, hat, ilyen 60 meccsek sebzés, akkor 3 fog meghalt, 3 lencsesek halt meg, ahogy ő támadott. Egy ilyesz meghalt, ballista dupla sebzést okoz, 2 egységet okozott, egy bug meghalt, jön a 2-es kör. Hát ide gyorsulunk, mert más nem tudunk. Szerencséje van, még egyszer támadhat, a morálja nőtt, ugye már dupla kis tárnyas
bronzarany madárka van ott. Ide tudunk jönni, és egyből látszik is, hogy 115-345-ös sebzés, hogy melyik irányból akarunk támadni. Fölülről, alulról, szemből. Mindegyik más. Van olyan karakter, amelyiket ugyebár érdemes fölülről lecsapni. Nekem is régen gondolom, hogy ezek így működnek. Majd most meglátjuk, mennyire él meg. Elvijek be ezt a 14-et, el kéne tudnunk pusztítani. Ne fadd meg, kettő maradt, amiből az egyik full HP és a másik 3 életpontja van. Nem baj, viszont ennek csak 2 sebzést kapott, úgyhogy itt láthatjuk is. 12 búg meghalt, 2 egység sebzést adott, semmi. Úgyhogy ezt is meglőjük. Oké, ebből egy meghalt. Ugyebár az miatt, mert hogy nagyon gyors a játék, mert túl gyors a gép, de annél lényegesen lassabbak voltak régen a szemakadmációk, de akkor sem padoztak, úgyhogy négy. Pedig ez itt jó dolog, hogy itt látogatjuk, hogy éppen hogy áll a csata. Jó taktikálás, hogy éppen kit hogy akar gyógyítani vagy támadni, de gyógyítás is van benne. Pár lángyást akkor vesztettünk. 23 lövése van a cuccnak, telé van az élete, csak nem halt meg egy se, de kapta, ennek pont lemegy oda és megöli őket. Egy. 480 TP nyert, 5 karaktert vesztettünk, összesen 27-et töltünk. Szóval ezt a kis csatát, ami taktikus, meg az automatát felülbírálja, tehát a gyors csatával megoldani, hogy ne legyen, mert hogy legyen, vagy ne. Őrhát, nézzük meg mi van benne. Itt Langer sorozása van lehetőség. Szeretnéd ezt most megtenni? Igen. 19 Langer dicsőséges sereget látva úgy döntött, hogy ingyen csatlakozik a seregethez. Tadá! Meg is lett. Ugyebár ezt naponta lehet látogatni, vagy hetente. Ugyebár most koszorkány, menjünk vissza a városba. Miért is ne. Első körbe Kovács. Okay. Nem. Nyersanyag raktár, 500 arany pluszba, plusz egy drága fő. 5000-ért, hát nem olcsó, de jöjjön. Így holnaptól adja ezt pluszba. És utána megcsináljuk azt a varázscsomót. Egyik segítőd lép eléd és egy tekercset nyújt át. Azt mondja, hogy a felderítő, aki a tekercset hozta, számos komoly sérülést szenvedett. Kibontod és elolvasod. Hello, Efol seregei elfoglalták Blinthet. Nice. Ebből is látszik, csatamata van. Ő mielőtt a hős beküldenénk, legyártjuk ezt. Tudom, a városházhoz kéne kovácsolni egy, de nincs. De van, van mágus tornyunk, ezek a varázslatok vannak benne. Jó, hát annyira arra nem megyünk, akkor menjünk a pénzre, kovácsolni egy. Így meg is lett. Csak látogató hősök vehetik igénybe a Kovács Kuhely szolgáltatásait. Azaz, aki bemegy. Jelöljük a hős, és beküldjük a várba. Vagy idejövünk. Hogy varázsolni tudjon, hősödnek szüksége van egy varázskönyvre, ami 500 aranyba kerül. Vásárolsz egyet? Igen. Így meg is lett a varázslat. 1-es szintű, 2-es szintű, 3-as szintű, 4-es szintű, és azt hiszem van 5-ös szintű, ami még valami, de utóbbiban már nem vagyok biztos, vagy az csak megadott részen lesz. Itt van varázsnyél, áldás, stb. Ezeket meg lehet nyitni. Varázslatos energiákkal sérülést okoz a kijelölt ellenfelem. Áldás. Az áldás segítséggel kiválasztott lény maximális sebzést okoz. Lassítás. Csökkentett kiválasztott egység sebességét. Bár itt nem is a sebessége, hanem ugyebár az hívja a sebességet, hogy csatatér egyik pontjától a másikig, hogy tudjon menni. Egy olyan karakter, ami például majdnem az egész képernyőt át tudja lépni, egy ilyen ráküldve elég erőteljesen bekorlátozza kb. 4 kocka lépésre, hogy jó csak befogja. Hajóidézés. Hajóidézés egy már létező hajót idéz meg a kívánt helyre, 50% az esély, hogy sikerül. El sem tudtam, hogy jó, de mindegy. Madártáv. Nem mutatja az összes varázstárgy elhelyezkedését a már felderített térképet. Az se rossz. Jó tudni így, hogy most már hogy ezeket is lehet használni. Sima,
hogy jöjjenek ide be. Ők ebben maradnak itt védekezni. Itt lehet venni egy ballasztát, de nem akarunk, mert nekünk van ott. Az megsérülne, tönkre menne, vagy nem lenne a hősnél, akkor lehetne venni. Mint látjátok, van egy csomó hely. Lehet venni, találni kesztyűt, nyakéket, ruhát, sapkát, cipőt. Ugyebár még egy kiegészítőt, ide még egyéb dolgokat lehet venni, sátor, meg nem tudom mit. Lehet kard benne, hogy akkor jobb támadás, közel, távolság, stb. Lehet pánt, elvért, ez a főső. Még különböző tárgyakat lehet berakni, amulettől kezdve rengeteg minden, plusz ide is lehet taposgatni, amiket föl tudunk oda-vissza csereberélni. Éppen mikor melyik jön jól. És akkor itt látjuk, hogy nincs mit toborozni, de ha nem a gyűjtőből, az erőtből akarjuk behívni őket, akkor az adott helyre is rá lehet kattintani, hogy éppen kit és mit szeretné toborozni. Ha és amennyiben úgy van. Ugye ezt szerintem baromi hangulatosan meg lesz torva, hogy egy minden van benne. És akkor itt látjuk, hogy a hőst amúgy megfoghatjuk és ide berakhatjuk, és akkor bent lesz. Amúgy meg nem feltétlen kötelező. Úgyhogy most küldjük is tovább az oda, ahol begyűjtjük az 1050 XP-t. Alapőzé. Haladó tanulás, amely a hős megszerzett TP pontját 10%-kal. Alapdiplomáció lehetősködő a hősnek túlerőben lévő csapatéval az ellenség is ennyi maga mellé állítsa, ezen felül csökkente megadás költségét 20%-kal. Ez jó, ugyebár a megadás akkor kell, amikor te menekülsz el, ugyanis csatában van itt egy gombocska, akkor harcolsz, hogy elmenekül. Ezáltal nem úgy köteles végignyomni a csatát, viszont a csatában a menekülésnél fejvesztve menekülnek a karaktereid, aminek köszönhetően hátulról az ellenség tudja támadni. Ennek köszönhetően a menekülő csapataid, nem akarod őket elveszteni, és megcsapom, mert ugyebár támadás éri őket. Mindig fejlesztetek, arra fontos figyelni, mert a fejlesztés hiányára nem szól a játék, viszont azért igen, hogyha tudsz még lépni. Hogy villámcsapást megtanuljuk, így meg is lett. Varázslatos helyszínen szívesen vették érkezésre, és megtanították neked a következő varázslatot, villámcsapás. Így lett, plusz egy varázslatunk, aminél... Igen, itt látjuk az összeset. Villámcsapás kettes szintű lett. Nem már volt, varázsnyílunk volt, csak nem varázsnyílunk volt, de látszik is, hogy 10-be kerül. Ugye a varázsnyilat használtam mindig sokszor, mert kicsit fogyaszt. Menjünk fel a banyákhoz, mert itt a boszort megnyitó. Tűznéked vándor, sajnos már nem taníthatunk téged, távozz tőlünk és járj szerencsével. Nem baj. Ezt nem fölvenni, mert messze. Griffje hátán érkezik egy nyílhegyektől, árpia karmoktól megsebesült felderítő. Letérdel előtted és átadja a tudósítást. Tábornok, Rallia Nigon szörnyének uralm alatt áll. Rallia Nigon szörnyének uralm alatt áll. Én ott meg el tudtam volna képzelni, lesz őt, de... Nézőpont kérdése. Országház, napi 5000-et ad, ebben szépen fel lehet körgetni. Kastély kell hozzá, ami azt jelenti, hogy 2 szintet kell ebből upgrade-elnünk. Egy meg is van. Bár ennek köszönhetően már sokkal több lényünk lesz. Bár 13, 18 és 29. És 6. napnál járunk. Login back. Nem mögött már nincsen szerver, tudtam maluk, hogy abban nem tudom semmire. Na nézzük ezeket, mi lesz velük. Az ellenséges csapat felajánlja neked szolgálatot a következőket. Csatlakozik hozzád 37 harcos, ha kifizette nekik az alábbi összeget, elfogadod ajánlatokat? 2405 pénzért 37 katonát kapunk, ami ugye már ez a kis görcsökből van, amik feláldozhatóak. Fogadjuk el most, mert itt van, pokoli barlangi rém,
Egység görcs 35 darab. Támadni jó lesz. Egységet el is lehet bocsájtani. Illetve szerencsére a hangulat a normál. És ennek se változott itt most a dolga, ha minden igaz. Mert ha többfajta egység van összerakva, azt hiszem, hogy akkor sérül a moráljuk. Átvetted az irányítást a fűrészkelet felett, napi két egység fát fog neked adni. Így ebből is nő kettő, már ebből is nő kettő. Többbe lejjebb húztam negedet. Vegyük föl. Miután feltérképezted a környező területet, egy rejtett ládára bukkantál, ugyanaz a szöveg van állandóan itt. Elrakod vagy szétosztod. Nagyon filózok, hogy most már 2-3 szintű a karakterünk. És a mapon még fejlődni fog, úgyhogy menjünk be a pénzre. Ez itt egy istálló. Látjuk, itt tart a mozgáspontunk. 778 van a 1560-ból. Hogy ezt itt legyűjtjük. Az istálló vezető néhány lovat ajánl fel neked, harcos, hogy napi mozgástávja meg. Így 1960 lett a mozgástávunk. A muszélmalmat meglátogatva, dolgozó így szólnak értelésekor. My lord, nagyon keményen megdolgozunk ezekért a nyersanyagokért, amiket alázatuk jeléül önnek adunk. Kaptunk 5 darab ilyet. Gyorsan akartam mondani, mi a neve. Drága követ. Kaptunk 5 drága követ. Köszönjük szépen. És akkor újabb kör. Ezt föl is vesszük. A 7. napnál járunk, azaz vasárnap van. És azt mondom, hogy abban az irányban meg elmocsolunk, de induljunk vissza, mert 2 nap kell nekünk. Fejlesztünk. Országházhoz kell a kastély. Viszont kaszárnyába meg partforgatókat toborzunk. Jöhet, plusz 5. Begyűjtjük, illetve 7. nap jön, úgyhogy szintet is változunk. Csillagászok kihirdetik, ez az erdőtünde hete. Erdőtünde népesség plusz 5. Minden lakás növeli a népesség. De ezek itt az erdőtündék. Misztikus kertnél. Aztán lehet, hogy más, hirtelen erre gondolnak. Ideált láthatjátok, itt már más bajom van. Ilyen havas. Itt van sok törp, ékember, gonosz szem. Azokat utálom, mert távolodók is krumplik. Varázstáj sírású amulettje. Van itt aranybánya, van plusz az aranyunknő. Utacska, ahol föltölt a szalampatgáspontunk. Itt meg azt hiszem szerencsét kapunk. A Barlettó toronyban meg azt hiszem tanulunk. Míg a kertben látomások kertje azt hiszem jóslat. A zsordosok táborában toborozni tudunk. Ugyebár van pokolkutya. És akkor ide is be tudunk már menni az őrházba, mert nem jártunk. Az ismert, el is ismert. Úgyhogy menjünk is be. Krumplikat lerakjuk oda, ezekből mindent megvesz. 1008, 2006, és 1007, marad 6000 pénzünk, ami kell nekünk, az ők, mert ők, hát akkor őket is hozzuk ki. Látogató vagy helyőrséget megfoghatjuk és fölrakhatjuk ide, és akkor bent van a várba, így nincs külön helyőrség, amit ki lehet venni, akit akarunk. Nem mondom vagyok, hogy a nagy íjászt, driftet, meg a nagy alabárdost rakjuk vissza, ezek nekünk itt telegek lesznek, és akkor irány ide. Itt meg kastélyt upgrade-eljük ki. És ebben maxon van a helyünk. Megduplázza az alap lényszoporlatot, ad még 2 lövegtornyot, és megerősíti a várfalat. És azt hiszem, hogy
ez a max, igen, átváltott aranyba. Ez meg 10 000 pénz kell, ami nem egy nap alatt lesz meg. Mert napi 2000-et kapunk, úgyhogy a hét végére tudjuk megszerezni. Bár azt mondja, hogy 3000 aranyat ad naponta, viszont már csak 2000-et mond. Na mindegy, meglássuk. Hogy 2000-rel is nőttünk, szóval mindegy. Érdekes, hogy ez visszamegkezett 60-ra. Igen, 19 ágyas magunkkal rántunk, és a Cerberusokat, a pokolkutyákat lezúrtuk. Persze, támadjuk. Azért ajánlok támadni, bár Westwoodről tudunk ki, amikor fogadtunk a Westwoodot. Kétfajta Cerberus is volt az alapból, 11 és 16 fejlesztett. Bár ez a három fejű kutya. Fejlődtünk. Nőtt a varázs erőnk, és különböző mágiákat tudunk tanulni. Kevesebb varázspont, vagy kémet balisztika, két lövés biztosít körönként, 75%-os dupla sebzés. Erre menjünk rá, mert támadni, jó? És akkor a vízimalom. A dolgozó így szólnak érkezésekor, Mylor nagyon kemény megdolgozott ezért az aranyat, de lázattal jelén adunk neked, 1000 aranyat kaptunk, hát köszönjük szépen. Menjünk a zsordos táborba, és akkor itt látjuk, hogy ehhez bizony még kell menni, hogy Isten lók, lehetőség mozgás maximális hosszát szárazföldön. 2000-ért kikötőt nem lehet, mert nincs a szomszédságban víz, ami azért vicces, mert van. Ebben a városban nem tudod ezt az épületet fölbúrni, azt mondja most, ugyebár ő lesz az angyalok. És annak is van egy fejlesztető, mindegyiknek van egy fejlesztetje, az egy alapszint, és van be egy fejlesztett, itt a neve is mondja, mivel az a kettes szint, ebből meg, ha jól tudom, 4 vagy 5 szint van. Így a kastélyból is van 3, országházból is van 3, úgy miért is? Na hát ilyenkor nagyon sokat nem tudunk tenni, várni, és mint látjátok, nem fejlesztettünk, viszont szólt miatt a játék. Az oldosok táborába tévedtelően a katonák éppen a taktikájukat finomítják. Örömmel veszik kedvelésedbe és kérik, hogy te is csatlakozz hozzájuk. Plusz egy támadás. Mit szeköd belekaptam a filmet? Ideg van odakint. Akkor nézzük a kertecskét. Egy szerzetes a kert közepén ülés meditálása után. E szívesen csatlakozol hozzá, és egy kis idő után úgy érzed, egész tested mágikus erő járják át, ott el lett írva. Miután távozol, rádöbbensz, hogy a tudásod gyarapodott. Plusz egy tudás. Alias Nogödla. Tudod is, hogy ejtik, az ez. Tudás határozza meg, hogy a hősnek hány varázspontja lehet. A normál körülmények között a tudás 10-szerese. Azaz 10 varázspontunk volt, most már 20 van. És ugyebár Krisztiánnak 10 varázspontja van meg a 20-ból, és akkor nem tudom mennyi időnként 10 nő, és nem tudom, hogy miért van egy szétesve, az. Alap irányítás egyen vagyunk. A varázsőrt határozza meg egy varázslat erősségét, hogy ható idején 3-as. Védekezési érték egy bónusz, ami hozzáadott a hősöd minden harcosnak védekezési értékéhez, így azok több sebzést állhatnak ellen a csatába. Támadási érték egy bónusz, ami hozzáadott a hősöd minden harcosának támadási értékéhez, így azok több sebzést okoznak a csatába. Ha nagyon szépen vagyunk, szépen elfele, akkor várunk még egy napot. Őt felveszünk első körbe. Misztikus kert. A zenét követve egy kis kertbe tévedtél, ahol éppen egy kobold táncol. Mivel még senkinek sem sikerült elkapnia, csak neked, ezért egy apró kicsi edényt kaptál telibecses dolgokkal. 5 darab drága kő. Na hát akkor itt ilyen is arany van, varázskút, megnézve 1560 lett a pontunk. Ha iszol a kútból, a varázspontjére maximumra állnak vissza, így a Magic Hand fel is ment vissza, kérlek szépen. És akkor ha most úgy van, a negyedik napom, a országházhoz kell 10 hő és 10 000 arany. Ide beülve azt tudjuk mondani, hogy
ebből tudunk eladni. Hozzá 18-at, ami 450-et érne. Ebből mondjuk 10-et, az 500 az 950. Ebből 24-et az 600, az 1550. És az már elég ahhoz, hogy szintet lépnénk. És még akkor nem adtunk el mindent. Ezért is jó a kereskedelem. Azaz azt mondom, hogy belőled mi kell hozzá? 7-15. Pont olyan rumpén jön ki, mert nem egész szám. 18. Tizenhat mondjuk. 9565. Ebből 5. 9550. Ebből 2. Az már sok is. Így 10.015-ünk van. El is plusz 500-at ad. Így ezt meg is tudjuk venni. Így 4000-re ment fel a napi kereset, hát akkor itt szerintem el van fordítva a szöveg, vagy maga a quest van korlátozva, hogy ezt se lehet megépíteni, mert azt hiszem valami bónusz kellett hozzá, és úgy lehetett az 5000-et kihozni. Vagy ez a Shadow of Beat-től van 5000, de amúgy valami ilyesmi, már nem emlékszem, de valami volt eve, hogy miért nem stimmel a két szám. De ugyebár megnézzük, itt 5000-et mond, miközben itt 500-at, az 5500 helyette van 4000. De mindegy, most már pörög fel a pénz, hogy tehetünk egy zsír. Ezeket szépen kinyitjuk. Még a mani jöhet. Annyi a szintű a pisztján, 4-es szintű lovag, úgyhogy már csak 2 szintje van. Még meg nem valami sok. Partásfériségében a védők hangulata plusz 2-vel javul. Hát ezt megvegyük, ezt rumpli. Így a kocsma, amiről ahol tudunk felfogadni különböző karaktereket. Egyébként nagyon aranyos olyan az egész sztori vezérlés, mert minden, mint egy lapozgatós könyv. Vagy mint egy D&D játék. Úgyhogy látjuk, hogy éppen milyen speciális dolgokkal, milyen speciális ősöket tudnánk felvenni. Egyes szintű boszorkány, egyes szintű szerzetes, illetve vissza lehet hívni azt a karaktereket, aki meghal a csatában. Hogy jó legyen. Marlett torony. Katonák, akik a toronyban laknak, megtartott a pár védekezési trükkre, plusz egyenlőtt a védekezésre. Hát az nagyon nicce-nicce. Az irányba elgyorsulunk, ez egy tempé. Közben itt akkor elkezdünk upgrade-elődni. Griffbástya, plusz 3-ban nő a kisztek mennyisége. 6. napnál járunk, úgyhogy észre kell költeni. Még föl is váltottuk a labástromos verzióba. Egyébként itt lehet váltogatni, hogy mit akarunk. Alabárdos vagy lándzsás, ugyebár ebből erre fejlesztettünk. Látszik is, hogy 15-tel többe került darabja. Viszont ha ilyen van nálunk, azt fel tudjuk upgrade-elni. Csak hogy jó legyen. Akkor felveszünk a szentélyt. Amint belépte a szentélybe, nagy kő esett le a szívedről, itt biztonságban érezheted. Oké, szerbüket lezúzzuk. Ó, felajánlja nekünk, hogy 5000 pénzért 25 szerbe rúzzon ide. Nem. És megöljük mindet. 9 krumplik veszett, 25 olyan meg. Ennyi. Ez itt, Griff torony. Igen, besorozunk a griffeket, pénzért. 1008 manier. Szobordás. Így van 9 griff. Ez itt egy kereskedelmi állomás, ahol lehet csereberélni.
jóval többet ad érte az alap. Megéri körbenézni. És azt mondom, hogy nincs ennek semmi. Ezképpen tudjuk bezárni. Fölvesszük 10.000 maninkon. A kolostorban papokat toborozhatsz. A pap az már egy távolsági karakter. Így az távlő. Egy olyanra pontos lesz. A hármat begyűjtjük. Heti 6 fő belőle. A csillagászok kihirdetik, ez a tarajos botkány hete. Minden lakás növeli a népességét. Begyűjtjük az aranyat, még egy 800 pénz. Templom. Látogatás és egy imádság a templom a megjövő harcosait hangulatát. Oké. Ez itt a csillagpont, illetve oda mehetünk. És akkor itt hát ez kell nekünk a fejlesztett főpapok. Sőt látható, hogy itt van ő. És akkor egység fejlesztése. Az egységét megfelelő kiképzésre némi pénzt kell fordítani. Biztos fel akarod őket fejleszteni 150 maniért? Igen. Akkor megnézzük, elviekbe kit tudunk begyűjteni. Őket igen. Hiászokat igen, a pénzt látjuk jobb lent. Papok is jöhetnek. Karforgatóban már nincs elégre pénzünk, meg Griffből sem. Griffet begyűjtjük, a karforgató ott marad. És a hiász morálja nagyon jó, sőt mindegyik nagyon jó a morália. Itt látjuk, hogy még ki van bent, 19 karaktert nem tudjuk kivenni, viszont van egy két tornyú városunk, és itt vagy, itt akarunk toborozni. Lépés, adjál pénzt. Mágus kunyhója, a mágus kunyhója azt hiszem lát. Belépsz egy roskadozó kunyhóba és az ott lakó varállóval beszélgetsz. A varálló elmondja neked, hogy hol található a közelben olyan hely, ahol utazási során segítséget adnak neked, tudnak neked nyújtani. Akkor itt ilyen látó pontokat kapunk meg, mivel a térkép egyes részeit kinyitja. Ami leginkább azért jó, mert így megpillanthatjuk az ellenséget, ugyanis bár nem látjuk, de nem így, ilyenkor folyamatosan mozog ugyanúgy minden körbe. Mászkát gyűjt, írt, stb. És simán előfordul ilyenkor, hogy hát bizony megpillantjuk, és így ilyennek köszönhetően sikerült például anó nem egyszer észrevennem az enemit, hogy haha, hát ő lemegy a föld alá. Én nem találom itt föl. Itt van a skarlát hattyú tava. Gyerekkori történetek szerint egy vörös hattyú a jó szerencs előjele. Úgy döntesz, hogy a nap hátra lévő részét törtöd. Kipa. El is vitte a mozgáspontunkat, ha egyáltalán még volt. Egy útjelzőtábla és csapati veremszörny. 5000 pénzből meg tudjuk venni elvileg a maradékot, pontosan. Így fullos a védelmünk. És akkor ezeket is elkezdjük fejleszgetni, mert köszönhetően fejlődnek a dolgok. Istálló sem megy hát nekem kiabrédeit, meg majd a varázslatokra is rámegyünk. Nem tudom, hogy hány napra van limitálva a pálya. Útjelző tábla. Mirham nyugat. Kárjátit, kövesd a hegyeket, keletre majd délre. Az megyünk erre, majd erre. Oké. Annyit adhatsz. Ezt azért nem győzöm még le. Mert van olyan, hogy a ellenségtől egy ilyen választ el minket. Egy szörnyike, amit ő se akar legyőzni, vagy ő se tud legyőzni, és olyankor néz ki a fejéből, hogy bizonyám, mi megmondjam. Jó, begyűjtjük.
fejleszt veletek az íjászok, a 24-et felabrédeljük 1002-ért, össze tudjuk rakni. Az altot nyomva tartjuk, nem kell, hanem itt el a megosztással, ide kattintva szét lehet szedni, hogy éppen milyen pakkokba akarod látni a karaktereidet. Itt, ha sok van valamiből, szét tudod osztani. Hát volt rá annó nekem példa nem egyszer, hogy elé voltam fekete sárkánnyal, és mindegyiket szétrakosodottak, és ilyen százasával támadtak. A világ legjobb csillagjós egy csillagportnál dolgoznak. Örülnek társaságonak és megtanítanak a csillagokból olvasni. Ennek köszönhetően a varázslási képességet, plusz egy varázserő. Látod, lezúzzuk. Igen. Fogynak a kis görcsök. Egy szintet is léptünk. Alapgazdaság. Napi extra 125 money. Vagy kezelni tudja a ballisztát. Két lövés körönként, akkor az azt jelenti, hogy elvijek be 2-4-6 lövésünk lehet, és 100%-os, hogy duplán sebez. Menjünk rá a pénzre. Itt opció. Egy idő után úgy tudunk tovább fejlődni. Mert a pánk az nő, más nyersenyek nagyon nem. Így most kifejlesztettük a királygriffet a sima griffből. Ezt a 41-et felabrédelni 1640 pénz. Így látható. Ő 8-as, támadása 9. 3-6 sebzés ugyanúgy, életerő ugyanaz, sebesség ugyanaz. Jobb lett a támadás védekezés érték mutatója 1-jel, ami sokat számít, higgyétek el. Pénzt megtartjuk. Gonosz szemet ledúzzuk. 16-an szeretnének hozzám társulni 4480-ért. Nem szeretném, és elengedjük őket. Így a alkimista labort begyűjtjük, amiből higanyt kapunk naponta 1-et. Már ebből is látszik, hogy milyen nagy a része. Riffbástya plusz 3. Így már 22 griffet kapunk per hét. Sok démon, lezúzzuk őket. 2 karakterünk halt meg, partforgató. Cserébe 22-21 impecskét zúztunk le. És milyen itt a sok minden. Igen, még egy kis money. És ezért kérlek egy teleport. Ez a teleport elvisz minket máshova. Egész konkrétan vagy ide. Vagy oda. Igen, azt hiszem oda visz át. Először a hárpiákat kezdjük el lezúzogatni itt. Istálló az kell. Egy 3 dolog nincs meg kimaxolva, a varellat, a kaszárnya meg a képszint. Jó, tárgyákat lezúzzuk, meneküljetek. Fölveszünk a varázstárgyat, a törpe király pajzsát. A beomlott bánya törmelékét kutatva törpék csoportjára bukkansz, akik itt a bánya elzárt a külvilágtól. Mivel segítettél nekik, ezért hálás köszönetet kíséretében a törpék vezetője remek pajzsot kivitált neked. Törpe király pajzsa. Ez a balkezes védelmi eszköz növeli a védekezés értéket 2-vel. Fogjuk magunkat, és ott is van bent. Így a védelmünk már 6. Vitézség rúgna követ. Sikeresen megölted azt a szörnyű minotaurus, aki szórakozásból a nemes embereit ette. Ezért jutalmad a dicsőség rúgna követ. Vitézség rúgna követ, plusz egy hangulatjavító. Így. Már 2-es a hangulatunk.
ami az alap plusz 1. Tehát 3 a max. És akkor itt a varázsmondás gyűrűje. Egy kisebb fát találsz, ami az egyik ágon lógó gyűrűvel nagyon hasonlít egy nagy boszorkánymesterre, Brimstone-ra. A ruhafoszlányok és a rothadó bőrdarabok arra utalnak, hogy ez maga Brimstone, csak átalakult. Mivel nem tudsz neki segíteni, ezért inkább elveszed a mágikus varázsmondás gyűrűje. Növeli a varázslatok hatásának időtartamát 2-vel. Szépen betárasztunk. És gyűjtjük a manét, már 18-ötünk van. Így ezt ki is upgrade-elhetjük. És akkor jön a 7. nap. A csillagászok kihirdetik, ez a halállovak 7-e. Halállovak népesség plusz 5. És mindenki növelte a világát, eltelt a 7. Fölvesz, mani kell egyértelmű. Itt van egy kis kénkő. Még egy kis mani. De már itt a cerviket ledúzzuk. Kérdés nélkül támadtunk, nem menekültek, 31 halt meg, cserébe egy griffünk, két kardosunk, meg öt kis bölcs halt meg. Krisztián nem gyűjthet több tapasztalatot ezen a pályán. Azaz, ha fejlődünk, ez a max. Alap bölcsesség, 3-as szintű varázslat, vagy éppen a dupla sebzés. Menjünk a dupla sebzésre, az jól jön. És akkor vásároljuk be. 24.500 pénzünk van. Elvileg mindent is meg tudunk venni. A griffek az egyik legdrágább pakk egyébként. És maradt 6.900-unk, amiből fejleszthetjük a kaszárnyát, aminek köszönhetően a partforgatónk fölupgrade-elődnek keresztes lovagokká. Amik itt vannak, partforgató 10/12, ennek 12 támadás védekedés. Sebzés 6-9-ből 7-10 lett, életerő 47, sebesség 6-5. Gyorsabb lett, erősebb, jobb. Mindenki csak happy. Ezt is, és ezt gyűjtsük be. Ani, és itt van a nyugalom függődíze. A csatazala eljuttat a küzdelmek helyéhez, ahol egy időskorú barbár harcol egy 8-fejű hidrával. Épp az alkalmas időben avatkozol be a harcba, hogy kisegítsd a barbárt, aki ezen egy függő díszsel jutalmaz meg, ami a csaták idejére képes lecsendesíteni az elmét. Nyugalom függő díszen védelmet biztos a dörjöngés varázslat ellen. Így ezek rajtuk vannak, és nálunk varázstárgyak, medál, stb. Pajzs, gyűrű. Ide is azt hiszem egy gyűrű jön még. És akkor azon kívül még tudunk összeszedegetni dolgokat. Megfigyeltétek, itt is van egy, a életfüggő díszre. Akkor itt a stoikus őrszobra, tűzvihar varázsgömbje, akkor a gonosz idők homokórája, felhőszakadás varázsgömbje, varázsmondás nyakörve, pokortűzkardja, szabad akarat függő dísze, és még amiket nem találtuk még meg. Úgyhogy van itt minden is, mint a búcsúban. Ott fent vagyunk, akkor induljunk visszafele. Akkor fokozódó hangulat, Griftorony, Griftorony felé vegyük az utat. És lovardához kell fa, 3-as szintű varázslatot. Így látjuk, ezek itt szépen nyílnak kifele. Így meg lett például a villámcsapás, amit már megtanultunk, de a pontosság, a jégcsapás, a hajókeltés nem volt meg. Legsemmisten kiválasztott hajóra 50% az esélyre, hogy sikerül. Aknásítás. Véletlenszerűen elhelyez négy aknát a csatamezőn, amit csak a varálló és a terep lényei számára láthatók. Ha egy lény balesétel, akkor annak sebzést akar, azaz az üzeminek. Teleportálás. Kijelölt sereg azonnal átvisz a csatatér egyik pontjára, a megadott másik pontra. Bal szerencse. Kiválasztott lény szerencséje csökken. Na,
maradjunk. Még kell... 3 nap. És ehhez meg... Nincs kristályunk, az is nőni fog. Úgyhogy itt ez ennyi. Igen, mind a 8-at begyűjtjük. Kereskedő állomás. Nemtég. Itt hetente lehet járni a misztikus kertbe. 500 pénz. Naponta egyszer. Jó. Irány zöldház fele. Napvárdás. Visszarohat. Láncsás már begyűjtök. Ingyenek, félmentve. Elindulunk haza. Szépen bejövünk ide. A lovász egy gyönyörű harcmint vezetve közelít felét. Ez a csodálatos paripa meggyorsítja utazásodat, de a sok futástól sajnos hamar kifárad, hogy a következő hét elején vissza kell térned egy pihentlóért. Hát akkor itt tudunk upgrade-elni. Aminek köszönhetően minden is fejlődik. Jó sok manier. Akkor be tudunk gyűjteni sok mindenre. Nem itt azt nézem, hogy a görcsök vagy elvesztek, vagy meghaltak. Jó. És ma 6. napnál járunk, hogy hamarosan menni tovább. Ismert. Adja magától. Jártunk ki. Még nem járt el, ezt is hetente tudjuk begyűjteni. 12 ezer már itt maradt. Jó lovardát megvesszük, csak hogy legyen, abból is lesz egy fejlesztett verzió. És reméljük, még az egy nap alatt nem támad be az enemi. Igen, lezúzzuk őket, bár lehet, hogy nem kéne, de nem fejlődünk tovább. Vigyel pénzt. Szintlépés. Csillagászok kihirdetik, ez a Hobgoblin hónapja. A Hobgoblin népesség megduplázódik. És amúgy is mi is kapunk ilyenféle földi jót. 14 ezer pénzünk van, hát az nem is elég mindenkire. Amikkel azokat begyűjtjük, 275 manik maradt. Legyen az evédelmünk. Oké, jövünk átfele, ezeket a bölcsöket lezúzzuk. És akkor kapváltás. Begyűjtjük az eddig nem begyűjtötteket. Újabb napvár, nem. Jó, hogy szól a játék. Begyűjtjük a drága követet is. Hát, kereskedői állomásra. Azt mondom, kávécsokból van sok. Hogy abból eladhatunk. Elindulunk lefele. Ezt itt begyűjtjük. Pénz. Ezt is. A világító torony az irányításod alá került, így a hajódat többé hajóz, többet hajózhatunk minden kikötőben. Oké. Így az ott lévő hajónk nagyobb távot tud megtenni, viszont ha beszállsz, az is egy napnak minősül. És ha kiszállsz, az is egy napnak minősül. Így az enemit például, ha meglátod a parton, attól függet, hogy simán elmenekül előled. Fejlesztett lovarda. Így a pacagolós lesz bajnok az időből. Szerintem nincs elég pénzük rá, hogy fejlesztünk, azért nem dobja fel a fejlesztést. Semmi búvóhely. Igen, mert most már tudjuk fejleszteni, de 2. Mindenkit kiszedtünk. Itt is látjuk, hogy nincs benne senki. Így jöhetnek a pénzgyűjtések. Hoppá, hoppá, mit látnak szemeim. Itt ugrált, úgyhogy van itt valahol egy enemy abba az irányba. Búvóhelyet begyűjtjük, senki nincsen. Háború iskolája, plusz egy támadást kérünk, és elindulunk be az irányba, mert
kattok a buszmicsarra, hogy látom. Ott van. Ott az enemi. Pont nem látjuk. Menekül. Hozzá itt fönt. Akkor látjuk, hogy ő egy Siron nevű harcos. Az értékeit nem látjuk, bár elég bőrű feje van. És van már a csapat, horda, sok és csapat mennyiségű enemi. Érdekes, hogy ember karakterei vannak. Sok törp. Nem, meneküljetek. Véletlen folytán egy híres íjjáttal kerül szembe, akinek keze izzadgatottan feszíti meg íját lovadat véve célba, ám szerencsétlenségére te győzöl. Cseresznyef a tündei. Ami plusz 5%-kal növő az íjászati képességet, és hát van íjászunk, úgyhogy az a 135-nek pont jól jön. Akkor jönnek a gyíkemberek. És őt nem upgrade-eljük ki. Remélem nem erre jön az enemi. Csillagászok kihirdetik ez a vörös sárkányát. A vörös sárkány népesség plusz 5. Köszi. 3960-ért csatlakozik hozzánk 36. Igen, de mi? Na mindegy, jöjjön. Íjász. Sose rossz. Bölcsöcskéket itt lezúzzuk. Arra begyűjtjük. És ezeket is begyűjtjük. Íjász nagyon jöhet. Mágus is, mert távtámadók. Ők is jöhetnek. Pikmenek is jöhetnek. A grifeket is el tudjuk begyűjtögetni. Ó, nagyon jön lefele. Adjál pénzt. Egy piszkos amulett feszik egy frissen kiásott gödörben. Közelebbről szemügyre véve kiderül, hogy ez a sírású amulettje, amiről úgy tudni, hogy már régen elveszett. A sírás amulettje növül a nekromancia képességedet 50%-kal. Jó, plusz 1000 per nap. Nagyon gyorsan elindulunk visszafele. Itt az enemi, és tudunk vele egy olyat csinálni, hogy fogadó, és akkor innen fölveszünk egy enemit. Velem szörnyű speciális képessége, neki meg a griffek. 2-5, a 2, kérem, ő is megkapja a lovacskát, megkapja a varázskönyvet. Ezeket fölabrédeljük, ami nála van. Itt behajítjuk ide. Így védő ős van a várban. Így megnézve, már is látjuk, hogy mivel védekezik. Ilyen támadni, nagyon csúnyán rá. Bocsán, bár lehet, hogy észrevett most, és menekül. Azt nem tudom, hogy itt földön. Pont nem nyitottunk rá arra a helyre, ami kell nekünk. Itt meg van még mit fölfogadni. Meg van mindenki. Szép seregük van. Jó, akkor ő visszafele menekül. Akkor mi elindulunk fölfele. Itt pecskét lezúzzuk. 32 harcos 5000 hatér. Hát bár távtámadó nem kérjük, és nem bántjuk őket. Vártunk, egy visszafele, ki pedig itt begyűjtjük a dolgokat. Akkor szerintem kémpjük, és nem tudunk oda átmenni, pedig nincsen neki út. Hogy komorúan konstatáljuk, hogy adott semmi. Plusz egy tudás. És akkor irány visszafele arány. És gyűjtsünk be mindent is. És arról hoz, hogy a lovacskát. Na, ott is jön valaki. Csillagászok kihirdetik ez a hörcsökete. Nem történt semmi. Nem hörcsökete. Ott van egy az a hobgoblin. Hordányi hobgoblin. Oké.
kérem a pihent lovat. Oké. Kérünk még sereget. Oké. Téged szétszedünk. Legyenek ott 100-an. És te meg 2 osztódsz ide. Kettő értékben. És ti, gyíkemberek, alapíjászok vagytok, mivel upgrade-elve vagytok nagy szerencsére, ezért 11, de amúgy nincs akkora támadásotok. Téged maradjon nálunk 70. Lerakunk. És elindulunk. Jó, fent írtogat, lent. Milyen? Tudás fája. Amint megközelíted a tudás fáját, az kinyitott a szemét, és így szólt. Ó, egy kalandor, engedd meg, hogy átadjam neked a tudásom egy részét. 2000 arany, sok száz év alatt én szereztem. A gyökereim szeretném az aranyadból betemettetni. Plusz egy szint. Kérdés, ha erre most rányomunk, akkor jó-e? Mert elvégbe max szinten vagyunk. Nem gyűjthet többet. Vagyis buktunk 2000 arany. Mekkora egy krumpli? Nem baj. Ugye bár az enemy fönt rohangászott. Úgyhogy mi elindulunk felé. És nagyon csúnyán lezúzzuk. Ezt kinyitjuk. Így neki, ott van már a szint. Egyes szintű lovag. Oké. De hol mász be? Ott. Na nem baj. Kinyitotta nekünk az utat, úgyhogy az se hátrány. Azon gondolkozom, hogy ja, mi ide fentre jutunk hát a portállal. 2 urányú monolit. Na nem baj, megnézzük, mennyire hihetnek, ha befoglaljuk itt a helyét barna játékosnak. Oké, 2 hőse is mászkálott. Elcsortjuk. Kinyitjuk. És látunk itt egy alig használt mérhemet. Hát támadjuk meg, elég nagy a seregünk. Nyertünk. Van egyébként csata, azaz, ha kikapcsoljuk a gyors csatát, akkor minden egyes csatát kitaktikázhatunk, hogy hogy kell, mint kell. Úgyhogy az sem egy hátrány. Látjuk is, hogy ő hova van fejlesztve. Városházából nem lehet tovább upgrade-elni. Oké, hát van griff kaszárnya meg körház, mása nincs. Ezt itt meg is veszünk. És mindenképpen vedd belőle. Nálunk meg itt van egy csomó mindenki, akit meg tudunk venni még. Bár hétváltás volt, a griffet viszik nagyon a manit. De szükségünk van ugyebár a zenemire, hogy legyen. Jó. Elindulnak vissza. Csapat horda, sok horda. Caitlyn. Ide bejövünk először is. Behajtjuk magunkat ide. Fejlesztett torcs, lepüldjük. Oké. Ide. Egy kicsit többre. 30-ra.
és még tovább. 40, 50, 60, 50. Így. Mindenki megvéve. És kikapcsoljuk a gyors csatát. Mentünk egyet. Jó sok mentés van gyárilag. Lőrjük. És várunk. Jön az enemi támadni valószínűleg. Nem mert jönni támadni. Ezt is nehéz elhinni, de hát... Van ez így. Oké. Kaptunk egy ilyet. Mindenki megvan. Na vajon megtámad-e a denet? Nem mer megtámadni, hát akkor kimegyünk és lezúzzuk. A testvérisége. Jöhet. Elveszük innen a karaktereket. Itt van egy egyeszintű lobag, Valeska. Vagy épp a démon csaj, Ash. Vérszomja speciális képessége, hát jó lesz, hogy az, de azt hiszem, hogy több felfogad, igen. Lovász, igen, ő is megadta a lovat neki, felabrédeljük, kap még pár íjászt, helyet cserélnek. Hetedik nap, csapathorda, Iron csapathorda. Visszarakjuk a gyors csatát, tudjuk le. Nyertünk, alig vesztettünk bármit is. Oké, nyugodt sárkány szemgyűrű szerencsemadár és elnyomás szellemét is megszereztük. A gyűrű plusz egy hangulat és szerencsét ad, a madár plusz egy szerencse, jó hangulat pedig a bónuszt adja, ugyebár az elnyomás szelleme. Négyszer, hát konkrétan úgy vertük le, hogy elélettünk mindennel. Alig vesztettünk bárt is, de pedig Siron. Ő is megmakkant, jó sok XP-t kapnánk érte, elég sok mindent vesztettünk. Tehát rengeteg mindene volt. Kapta halt. Hű, mennyi mindent kaptunk. Szabad akarat függő dísze, hipnózis varellat ellenvéd. Plusz 3 varázspont, naponta plusz 1 hangulat, plusz varázserő, plusz 1-el növeli a harcos sebességet. Nézzem, tehát 2-ből 2-t is lezúztunk. Jó. Az nem. És cserélődjön ki. Oké. Ide, oda, az ellen, ez. Plusz egy a támadás. Viccem, viccem. És hogy is volt fenn egy hős, van is, Orin még hozzá. Remélem pont nem támad be. Pont betámadt. Győztünk. De nem, ők győztek. Mi győztünk. Mert? Mitől győztünk ennyire? Hát olyan sok mindene volt. Elvesztettünk 29 íjást, azt engem. Na, mindegy. Sok mindenünk van. Oké. Barna varany, hát de van, minden lakás népessége növekedett. Én csak örülök neki. Plusz egy támadás. Ez pedig a tudás köve. Vissza se jutunk, úgyhogy induljunk fel a külfele. Oké. Pár darab íjászal megvédtük a helyet. Hát ez is érdekes. Bár hozzá kell venni, hogy a pastély maxon van.
Jó, egy kicsit bevédjük a helyet. Megküldjük a populációját, hogy azért legyen már mi. Akkor itt is elkezdjük a távtámadókat felszaporítani. És maradt 5000-ünk. Már csak 2000-ünk. 55 arany maradt. Hát akkor overpowerek vagyunk a zeneminhez képest, ő meg ott fönn mászkál. Amint közelebb lépte a tudáskönyvéhez, annak felszíni hirtelen elkezdett törvény lenni. Belenéztél ebbe a törvénybe, és csodával határos módon, mint a választ kaptál volna, megválaszolatlan kérdésére. A csoda után a kőfelszín ismét simává és egyenletessé vált, plusz 1000 XP, amivel nem jöttünk előrébb, de nem baj. Szerencse bálvány. Egy ősi és mára már széttöredezett bálványra bukkantál. A monda szerint, aki megcsókolja, szerencsés és boldog lesz. Tehát megpróbálod. Azonban, ahogy közeledsz fel, aki olyan fagyosnak bizony, hogy nem érinted meg. Oké. Plusz egy támadás ősönként egyszer. Mágikus gondolatok szentélye. Jó, kolostorhoz mágikus C1-es szinkkel. Ott lesz varázslatunk, ha nem volt eddig. Tessék, varázslat nélkül győzhetett. Brutálisak vagyunk, kérem szépen. Oké. Enemiet fogunk ugrál. Ó, van még ott két hőse. Nézzük csak. Egyik Rion. Másik már. Másik meg hol van. Benn van Erionja. Na mindegy. Fölvesszük. A varázslatos tanító helyen szívesen vették értelésed és megtanították neked a következő varázslatot, antimágia. Sajnos mi nem vagy elég bölcs, hogy megtanult ezt a varázslatot. Na mindegy, ilyet játékot, helyett begyűjtjük ezeket. Kunyhó, hősöd másodokos szakértelmet tanulhat. Ez kimaxolva. Kolostort behúzzuk. Így lesznek csiribábulóink. Bár itt bent is lehet váltani a másikra. Az összes griffre nincs pénzünk. A bolyat begyűjtünk. Egy fönt. Másik meg ott. Alap szerencse, boszorkány üdvözlöm téged bántalan. Hatalmas nagy lelkünknek köszönhetem, megtanítunk fel a szerencse másodlagos képzettségét. Ezt is begyűjtjük. Plusz két fa. Oké. Megint csak telikülte a lovász a dolgokat. Ez ki van maxolva, 4-es szint. Begyűjtjük azokat is. Pénzünk elfogyott. Vizimalom. Kaptunk még 1000 manit. Ahogy látom, itt van egy pár. Nem legyen emikkel, úgyhogy annyira nem kell tőle berezelni. Oké. Fejlesztett kolostor. Felapvédelve. Mindent itt megvettünk. Nem, hát ilyet az enemit lezúzzuk. Ezt is megnézzük, ezt a távnézegetőt. Így ki van maxolva a részeden része. Caitlyn újra itt van. Nem sokáig megmakkantjuk. Újabb kör. Meghalt. Nem, mi haltunk meg. Mivel támadott, he? Csomó mindent vesztett, de most miért vesztettünk el? Csapatot keserű vereséget szenvedett. Vazelka elhagy téged. Vazelkát kirúgom, mert előbb csak íjászokkal nyertünk. Ja, hát akkor... Győztünk.
Oké, unikorn is és a távcső. Leülünk pihenni, kristálót begyűjtjük. Nem nincs benne, de fejlesztve vannak a dolgok. Oké. Ugyebár ez szerencse alapon is megy, mert csillagászok kihirdetik, ez a Hobgoblin hónapja. A Hobgoblin népesség megtudlázunk. Ugyanis nem tudjuk befolyásolni a csata azon részét, amivel tudnánk mondjuk nyerni egy csatát, aminél amúgy vesztünk. Éppen megveszünk a dolgokat. Kalapok. Oké. Így előfordul az ilyen. Nyilván itt elég nagy már a seregünk ahhoz, hogy szerintem nem győznek le. Másikba le tudnak. Mindjárt visszafoglaljuk azt a helyet is, mert én is ne. Illetve... Hősad elhagyott minket, viszont... Szerintem... Valahol csak vissza lehet szerezni. Város szám... Több városa van az eleminek, meg hőse, meg aranya. Nekünk meg több faj és érc. A legerősebb hőse Rion. Nekünk meg nincs. Na jó, hát akkor megyünk támadni, amikor vagyok. Igen, bár ez bónuszt ad, nem bőveli. Na mindegy. A város. Ha jó, ha nem jó, a Riont megtámadjuk. Nagyon jó, hogy jössz. Ejtsünk egyet. Pusztulj. Győztünk, alig vesztettünk bármit. Élesztő díszét megtaláltuk. Kérjem üres. Mindent be tudunk építeni. De most... Hát maximum javar nem foglalkozunk. 500-ért meg lehet venni. Baron Griff meg Izmo. Kérjünk egyéb. Oké. Hozzáhajítjuk. Nem. Két lovas van még. Jó. Visszafoglaljuk. Most már sok. Griff lett bent. Akkor mentünk egyet és megmutatom milyen a... csata. Ez itt egy vár támadás. Látszott, hogy épp ők lövöldöztek, meg én is. Ez meg mekkorát tud támadni. Már meg lehet támadni a területet. Ki lehet nyitni a lövések után. Kinyílik a rész. Azt hiszem a bal katapult az automatán lövöldöz ide-oda. A három tornyot le lehet zúzni. Ez a maxra fejlesztett hely. És akkor, ha itt ki van nyitva, akkor a gyalogos egységet is betud. Nyilván a 12 riffet feláldozzuk. Szerencse és oda-vissza támadás.
varázslat. Láthatjuk, hogy van 40 varázspontunk, a villámcsapás 235 egységet megtámad. A jégcsapás 190-et, a varázsnyél meg 100-at. A legoptimálisabb a villámcsapás, hogy rávarázsunk a királygriffekre, és pár darab meg is hal tőle. Az IS meg távolról tud lőni. Lövegtorony, vártorony, támadás idő 10 és 34-51 egységsebbést mond. Felső torony támadás értéke, de ez, 10 és 18-27, az alsó pedig szintén 18-27, ugye középső támad a legnagyobbat. Akkor betámadunk 40-60-nal. A lovagocskánk közelebb megy. De túl közel nem, mert azon nem tud átmenni. Varállat körönként van egy, és most csak egy körbe vagyunk. Nem akarnak halni a griffen. Meg van 8. A 10 az a miénk. 7. 6. De már itt vissza tudjuk nézni, hogy hány bukkan ment. Ugyebár... Ja. De nem üresztett támad, és most támadnak a díjászok. A várfutal támadó ott már megrepett. 5-80. Csat. Oda-vissza adok, kapok. Egy életerőpont maradt, az van 2, az 66. 1, az 67. Ráküldünk egyet, 2-t meghalni, nyertünk. És akkor ez körülbelül a veszteségünket látjuk. Körülbelül hasonlót hozott volna kell automata, de akkor nem ilyen taktikus, nem maga a játék, amit most csinálunk. Ugyebár ezt lehet a gyors csatával kikerülni, de mikor hogy, és hát az épp nem lett meg semmit, innen csak a riffeket, és több helyen. Hanom filozom, hogy hova tűnt a... És a védekezés ugyanez, lehet taktikálni, aminek köszönhetően meg lehet nyerni egy olyan csatát, ő elveszít. Jó, például nincs több, és mindenhol van hero, azt hiszem. Van, és van. Ide mindent megvettünk. Fejleszünk bele a IS toronyba. Oké. Meg kell vennünk a buzmicsokat. 800. És erre már nincs helyünk fizikailag. Ilyenkor lehet az, hogy felfogadsz egy őrt, egy hőst, és akkor veled van. Amint csodálkozok, hogy nem tudjuk visszaszerelni azt a hőst, akik volt. És hozzuk innen. És... El kell indulni fölfele. Vagy teleportálni kéne. Menjünk le abba az irányba. Ott is van az enemy. A bó hete van. Épesség 5-tel nőtt, meg amúgy mindenkinek képessége nő. Rámozdulunk a jó képességűre, a Deliádra. Oké. Okay. Begyűjtünk első körbe mindent, mert ő a fő. Nulla arany maradt konkrétan, azt nagyon kiszámoltuk. No, ő itt van a közelben. Itt kell megmakkanni. Gyertünk, ahogy kell. Sok mindenkije. Föntről jött, fölfele megyünk. Ezt elfoglaljuk. Lentre nem ártana volna sereg. Elfoglalmatók sem rossz. Tovább
lesz, úgyhogy itt sem nagyon van semmi. 129 kavicsunk van. Akkor haladunk 110-et. Az 5000. Ebből 60-at. 8000. Ebből 20-at. Ebből csak 10-et. Ő belőle megint csak mehet a 20. Ő belőle a 40. Már is van 17000, kérem szépen. Ebből tudtuk venni ide mindent, és maradt 2000. Még itt meg nem nagyon van védelmünk, mint továbbra se, és 30 aranyunk maradt. Visszaszereztük. Hoppá, hoppá. Trallia. Nem nagyon van enemy. Megindulunk. Itt egy kilátótorony. Továbbra se lett semmi. Magasan győztük. Begyűjtjük. Így a map ki van maxolva. Kivéve ott fönn az a rész, és szerintem itt van az a kulcs, ami kell nekünk. Hogy... lehet sok mindent csinálni. Jócskán nem volt védelem. Ahogy látom. De jó az így. Másodlagos szakértelmet lehet tanulni. Boszorkányok üdvözölnek téged, vándor, hatalmas nagy lelkütnek köszönhetem. Megtanítják neked a vízmágia másodlagos képzettségét. Alapvízmágia. Alapvízmágiának köszönhetem hősönök a vízvarázslatokhoz, kevesebb varázsmód felhasználásom kell. Na de, mentünk egyet. Szkenárió 1. És kimegyünk a menüben. Na. Szóval, ez lett volna már a Heroes of Might and Magic 3. Komplett edition, ugyebár a hadjárat első pályája. Hát mondjuk úgy kb. A 3/4-ig elvittük. Ez volt egy majd másfél óra. Kis dumálással. Alsó hangon ugyebár ez azért egy 2 órás pálya körülbelül, és ez csak egy pálya. Ezt lóhalálába nem nagyon érdemes játszani, szépen lassan lehet vele haladgatni. Most, hogy ebből mennyi adás lesz a csatornán, tippem nincs. Ez most egy kis érdekességként és saját szórakozásom terén jött most elő. Úgyhogy lehet, hogy a jövőbe folytatjuk kampányt, és akkor visszük még, ha igen gondoljátok, írjátok meg kommentbe, hogy nektek mi erről a véleményetek, és találkozunk legközelebb, mégis. Sziasztok!